Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en kontra György vagyok. Jó reggelt kívánok! Szűk többséggel, de megválasztotta az Európai Parlament Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnökének. Ezzel először lett női csúcsvezetője az Unió legfontosabb végrehajtó testületének. Az első elemzések azt mondják, hogy míg a baloldal jellemzően nem támogatta a német kereszténydemokrata politikust, a jobboldal azonban mögé állt. Kinevezése azt is jelenti, hogy a magyar kormánynak és a többi visegrádi országnak teljesült az a célja, hogy ne a két eredeti csúcsjelölt valamelyike, tehát Manfred Weber vagy Franz Timmermans vezesse Európát a következő 5 évben. Von der Leyen mandátuma hivatalosan november 1-én kezdődik. Hídvégi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a szavazás után arról beszélt, a 9 szavazatos többség is azt mutatja, hogy a Fidesz-KDNP szavazatai is kellettek Ursula von der Leyen megválasztásához, és a magyar kormánypárti képviselők támogatása nélkül nem lenne bizottsági elnök a német politikus. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, Európának szüksége van a védelemre, és ebben az Európai Bizottság új elnökének fontos szerepe lehet, de az eddiginél nagyobb megbecsülést érdemelnek azok az országok, amelyek már eddig is megvédték az unió határait. Én úgy láttam a mai vitából, hogy inkább a jobb oldal szavazatai kellettek ahhoz, és voltak meg a végén, ami az ő megválasztáshoz szükséges volt, és a bal oldal pedig ellene szavazott, többségében nyilván lehetnek kivételek, de ez látszott azért a mai vitából. Nagyon sok mindenről szó esett, és még egyszer ez egy megerőlegezett bizalom az ő irányába, de aztán majd meg kell nézzük azt, hogy a valós vezetés, a valós munkában mit fog teljesíteni Ursula von der Leyen, illetve az új Európai Bizottság, amelynek a tagjait majd ugye az ősz folyamán fogja az Európai Parlament meghallgatni, tehát egy teljesen új vezetés felállítására kerül most sor. Az európai baloldal nem vállalta fel Ursula von der Leyen támogatását. Erről már a Nézőpont csoport vezető elemzője beszélt az M1-en. Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, mivel a választás titkos volt, ezért pontosan nem lehet beazonosítani, hogy ki hogyan szavazott. Nagyon sok udvarlást tett a zöldek és az európai baloldal irányába, de mégis a hivatalosan bejelentett támogatások és távolmaradások vagy ellenszavazatok okán kijelentette, hogy az európai baloldal nem vállalta föl az ő támogatását. Az európai liberálisok és az európai jobboldal, ezek kicsit képlékeny fogalmak, de mégis, ha az Európai Néppártot vagy Európát újítsuk meg, Macron frakciót ide soroljuk, ők támogatták. Egy nagyon furcsa helyzet van. Ursula von der Leyen egy jobb liberális jelölt. Itt mi Magyarországon sokat használjuk a bal liberális kifejezést, őt a jobboldal és a liberálisok támogatták. Elfogadta a francia parlament a párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt. Egyebek mellett adókedvezményt kapnak azok, akik pénzügyileg támogatják a 850 éves székesegyház felújítását, valamint egyszerűsítik a közbeszerzési eljárásokat és a munkákkal kapcsolatos döntéseket. A francia kulturális minisztérium adatai szerint 850 millió eurós adomány gyűlt össze eddig. A kárfelmérés azonban még tart, így azt továbbra sem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni a teljes felújítás. A Notre-Dame még április közepén gyulladt ki. A tűzvészben a tetőszerkezet leégett és leomlott a huszártorony. A francia kormány tervei szerint a felújítás 5 évig tarthat. Továbbra is keresik a túlélőket a mumbai házomlás helyszínén. A mentőcsapatokhoz helyi önkéntesek is csatlakoztak. Tegnap egy 4 emeletes épület omlott össze az indiai nagyvárosban. Legkevesebb 10 meghaltak, 80 pedig megsérültek. A leomlott ház 100 éves volt, a helyi hatóságok már 7 éve veszélyesnek nyilvánították, és arra kérték a benne lakókat, hogy költözzenek el onnan. A tragédia előtt azonban még nagyjából 40-en laktak ott. Itthon illegális migránsokat tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében. A 23 férfit madaras külterületén állították meg. A csoport tagjai afgán, bangladesi, illetve pakisztáni állampolgárnak vallották magukat. A tompai közúti határátkelő helyen pedig egy kamion rakterében bújt meg 3 migráns. Bevallásuk szerint afgánok és pakisztániak voltak. A rendőrök a két csoport tagjait visszakísérték az ideiglenes határzárhoz. Ezt megelőzően a Csongrád megyei Kiszombornál fogtak el illegális bevándorlókat. A 2 szírt előbb előállították, majd átadták a román hatóságoknak.
A szokásosnál valamivel korábban, már most nyáron elindul a szociális tűzifa program. Két hetük van az önkormányzatoknak, hogy jelentkezzenek. A lényeg ugyanaz, mint az elmúlt 8 évben mindig, az 5000 fő alatti településeken élő rászoruló családok kaphatnak ingyen tüzelőt, tűzifát vagy barna kőszenet. Az 5 milliárd forintos keretet a belügyminisztérium biztosítja. A tüzelőt minden településen az önkormányzatok osztják szét. Egy télen át olyan 4 köbméter, amit megveszünk, amit a polgármester ad. 1 köbméter, de hát a is nagy segítség már ugye, és egy jó hónap, másfél hónapig majdnem. László József egyedül él egy Kaposvár melletti faluban. Októbertől ezen a fatüzeléses tűzhelyen főz, de ezzel fűti be a szobát és a fürdőt is. Azt mondta, a nyugdíjából szokta venni a fát, de az nem elég egész télre. Mindig van egy ilyen lista, és fő kell iratkozni, be kell vinni a polgármester hivatalhoz, és az szerint akkor polgármester rádönti, aki rá van utalva, hogy az általában 1 köbmétert szoktunk kapni, és nagyon jó tűzifa. A szociális tűzifa pályázatra idén is lehet jelentkezni. A kormány 5 milliárd forintot biztosít erre a célra. Azok az önkormányzatok nyújthatnak be támogatási igényt, ahol a település lakossága nem haladja meg az 5000 főt. Szennában tavaly több mint 50 családnak segítettek átvészelni a hideg hónapokat. Az önkormányzatnak kell a szállítást bevállalnia, ugye hát ide hozzák helyszínre, és akkor utána kis traktorral kihordjuk a mindenkinek a háza elé, vagy hogyha kell, akkor az udvarba is lerakjuk nekik. A földügyekért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy még a téli fűtési szezon kezdete előtt érdemes igényelni a fát. Amikor a fűtési szezon be fog köszönteni, akkor egy roham mindig el szokott indulni, és általában gond és probléma éri akkor az erdőgazdálkodókat, legyenek azok államiak, illetve magán szektorban dolgozók, hogy nedves, vizes tűzifa van. Aki nyáron vásárolja és gondoskodik a téli tüzelőjéről, az mindenféleképpen biztos lehet abban, hogy száraz tűzifát fog kapni az erdőgazdálkodóktól. A belügyminisztérium államtitkára azt mondta, a szociális tűzifa mennyisége rendelkezésre áll, és aki pályázik, az meg is kapja a vissza nem térítendő támogatást. A gyakorlat az azt mutatja, hogy az önkormányzatok a pályázatok során mintegy 180-200 ezer családnak juttatnak 2-3 hónapra elegendő tűzifa mennyiséget ebből a keretből. A szociális tűzifa igényeket augusztus 1-ig nyújthatják be az önkormányzatok, a kérelmeket pedig legkésőbb a hónap végéig el is bírálják. Akció indul a tisztább Tiszáért. A tavaszi áradás a szokásosnál is jóval több, 8000 tonna szemetet hozott a kiskörei vízlépcsőhöz, azóta sem tudták még megtisztítani a környéket. Az igazán komoly probléma, hogy ez évről évre megismétlődik. A romániai és ukrajnai szakaszról folyamatosan hozza a szemetet a Tisza, és sajnos Magyarországon is kerül bele hulladék bőve, ezen szeretnének változtatni. Folyamatosan dolgozik az úszórakodógép a Tiszánál Kiskörén. Műanyagpalackokat, cipőket, háztartási hulladékot és ágakat emelnek ki naponta a folyóból. A tavaszi áradással érkezett szemét mintegy 3 méter vastagon torlódott fel a Tiszán. Egy hónapja napi 12 órában tisztítják a folyónak ezt a szakaszát. Eddig 1000 tonna szemetet távolítottak el belőle, de még mindig nem tiszta az erőmű előtti terület. A Tiszából kiemelt hulladékot gépekkel és kézzel válogatják szét, a munkában a vízügy munkatársai mellett cégek és civilek is részt vesznek. Remélem, hogy ezt ki tudjuk termelni, és tudjuk szelektálni, és hát próbálunk a következő években is, meg ősszel is, tavasszal is ezekre a területekre egynapos, háromnapos, kétnapos önkéntes megmozdulásokat szervezni, ahová várjuk az önkénteseket is, és akkor megint megtisztítani egy-egy területet. A szakemberek úgy számolnak, hogy minden eddiginél több, vagyis mintegy 8000 tonna szemetet kell kiszedni a Tiszából. A hulladék nagy része Ukrajnából és Romániából érkezik. Mi a határvízi bizottságokon keresztül vagyunk kapcsolatban Ukrajnával, illetve Romániával. Mind a két bizottságban ezeket a problémákat jeleztük. Annyit tudtunk elérni, hogy az ottani bizottsági résztvevők jelezték a minisztériumunk felé a problémát, és kértek türelmet, hogy valahogy megpróbálják kezelni. A folyó és a Tiszató kiskörei szakaszának teljes megtisztítása legalább 4 hónapig tart majd.
Jövő pénteken rendezik a Strandok éjszakáját. Már több mint 40 helyszín csatlakozott a Fürdőszövetség kezdeményezéséhez. A strandok, uszodák és fürdők a szokásosnál tovább lesznek nyitva, és különleges programokat is kínálnak. Országszerte közel 40 ezeren vettek részt tavaly a Strandok éjszakáján. Sokan a holdfogyatkozást is a medencékből csodálták meg. Az éjszakai nyitvatartás mellett kedvezményes belépőkkel és változatos programokkal, köztük koncertekkel, DJ-kkel és meg annyi szórakoztató programmal várták a strandolni vágyókat. Idén július utolsó péntekén, azaz július 26-án ismét megrendezik a Strandok éjszakáját. Ezen az estén a fürdők hosszított nyitvatartással várják a vendégeket. Sok esetben kedvezményes belépővel, sőt van olyan fürdő, ahol ingyenesen várják a vendéget, és különböző bónuszprogramokat nyújtanak, mint például csúszdaverseny, van, ahol extra sauna programokra kerül sor, van, ahol retro habparty, DJ, illetve nagy buli lesz mindenhol, ezt garantálni tudjuk. Évről évre egyre több fürdőhely csatlakozik a Strandok éjszakájához. Több mint 40 fürdő csatlakozott az idei programunkhoz. A Magyar Fürdőszövetség elnöke azt mondta, a program sikerét mutatja az is, hogy egyre több hazai fürdő szervez esti programokat évközben is. Boros László Attila kiemelte, ezúttal olyan fürdők, uszodák, strandok jelentkezését is várják, amelyek még nem tagjai a szövetségnek. 10 évvel ezelőtt indított el a Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal a Strandok éjszakáját, hogy minél jobban népszerűsítsük és minél több emberrel meg tudjuk ismertetni magát a magyar fürdőkultúrát, a magyar strandokat, hazai fürdőket, gyógyfürdőket, élményfürdőket. Ezt a célját azt gondolom ez a rendezvény remekül betölti, hiszen már tavaly is közel 40 ezer vendégünk volt ezen az éjszakán. Július 26-án 10. alkalommal szervezik meg a Strandok éjszakáját. Az idei programokról a Magyar Fürdőszövetség honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.